16 ezer néző volt kíváncsi a mérkőzésre a Stadio San Siroban, és most gecsinálásként nézzünk meg néhány rövid részletet a legutóbbi derbiről. Hát ezekből a képekből is kiderült, hogy nem kisasszonyok játsszák az ilyen rangadókat. 2002-ben nyert egyébként legutóbb az Inter a Milán ellen. Az Interben nincs Recoba és Materazzi, így Mancini Samuelnek és Martinsnak szavazott bizalmat, és gyakorlatilag az alapcsapat játszott. A Milánban viszont nincs Cafu és Maldini, Ancelotti kénytelen volt átalakítani a védelmet, ezúttal Kaladze került középre, Nesta mellé. Találkozott Messina játékvezető dirigálta, itt Mancini a képen, itt pedig a kolumbiai Cordoba és Kaká, csupa-csupa sztár tehát. Tehát 76 ezer néző, óriási érdeklődés, rengeteg televíziós csatorna közvetítette élőben többek között mi is ezt a mérkőzést vasárnap este. Egy Stankovic lövés az Inter részéről, aztán Martins. Két ember között emeli középre, Adriano mellel maga elé teszi, és aztán kapu fölé vágja a labdát. 17. perc, Adriano ballal, ez is kapu mellé megy, veszélyesebben kezd az Inter, többet birtokolják a labdát. És itt pedig egy döntő pillanat, Messina 11-est ad ugyanis az Internek. Mindenki azt hiszi, hogy kifelé jár majd szabadrúgás Martin szabálytalansága miatt, Messina játékvezető azonban azért ad büntetőt, mert Nesta kézzel ért a labdához. De ennek is megvan természetesen az oka. Itt löki Martins Nestát, és rázuhan Nesta a labdára. Nagyot tévedt tehát a játékvezető, minden esetre büntető. 22. perc. Adriano értékesíti, 1-0 az Inter javára. Ez a 7. gólja Adriánónak az idényben. Jobbra mozdul el, Dida kapusa, labda balra megy. Figo, 33. perc. Kifelé csavarodott a labda, nem ért hozzá a brazil kapus. 5 perccel később, Pirlo szabadrúgás. Megijön a játékvezető, itt is 11-es. Azt jelzi, hogy kezet érintett a labda. Stankovic keze ér hozzá úgy, hogy Cambiasso felugrik belefeje a labdába, és aztán hozzáér Stankovic kezéhez. Ezért a 11-es. Shevchenko ugyanolyan higgadtan és nyugodtan, mint ahogy korábban a másik oldalon Adriano. 1-1. Shevchenkónak a 6. gólja volt ez. Julio César, miként brazil kollégája, szintén a másik oldalra várta a büntetőt. 45. perc, még egy Adriano szabadrúgás fér bele az első félidőbe. Újabb gól azonban már nem született ekkor. 1-1 volt szünetben az állás. Az Inter egyébként a legutóbbi fordulóban az Ascolit fektette kétvára 1-0-ra. De nagyon gyenge teljesítmény produkciót nyújtott akkor Mancini együttese. Nestát kell lehozni, Simic áll a helyére, tehát cserél a Milán az 53. percben. Aztán egy kis fejelgetés Kaká és Veron között. Majd jön Serginho szabadrúgása, vetődik.
Julio Cesar, de nem kellett hozzáérni a labdához, épp hogy mellé ment. 59. perc, Adriano szabadrugás, kijön Didáról, Martins érkezik. 2-1 ezzel, másodszor vezet az Inter. És most jön a szinte csak Martins által tudott szaltó sorozat. Maga a gól öröm tehát. Ez a harmadik gólja Martinsnak. Ebben bizony benne van Dida is. Ahelyett, hogy kiütni oldalra a labdát, maga elé üti. És valósággal berobban a kipattanóra Martins. 2-1 tehát. Bieri kezd el melegíteni. 66. perc, Pirlo középre tart, igazából nem is erős, nem okozott nehézséget Julio Cesarnak védeni, fogni a labdát. 68. perc, itt viszont már verve volt a kapus. Kaká lövése pattant meg, és a kapufa mentett végül is. A kolumbiai védő Cordoba feje ért a labdához, és így került a kapufára. Aztán egy baloldali beadás, Stamot előzte meg Stankovic. Majd következik a csere, Gilardino helyére Vieri érkezik, aki közel 200 mérkőzést játszott korábban az Inter együttesében. 83. perc, az előrehúzódó Stam egyenlít, 2-2. Egy emelettel magasabban járt, mint az összes többi játékos a környezetében. Ez volt Jaap Stam idei első gólja, de érdemes megnézni, hogy hova felugrott. Julio Cesar csak leste. Ő a Milán 12. gólszerzője egyébként, és ez jelenleg áligás rekord, hiszen ennyi különböző játékos nem szerzett gólt egy csapaton belül, aztán Adriano helyzete. Marad a 2-2, ez már a 87. perc eseménye volt. Sokan azt gondolták, hogy ez volt a meccslabda, de nem, mert jön a 92. perc, Adriano fejel, 3-2 az Inter javára. Megvan Adriano 8. gólja is, a hosszabbításban tehát. Kicentiszta az Inter. És úgy fejelt Adriano, hogy innentől már nincs esélye és ideje a Milánnak az egyenlítésre. Ott van Vieri, de a labda végül is Adriánóé volt. Le is fújja a találkozót Messina. 3-2-re megnyerte a derbit, és 2002 után ismételten legyőzte bajnokin a Milánt az Inter együttese. Azt mondja Adriano, köszönetet akarok mondani az Internek, amiért akkor is türelemmel voltak irántam, amikor nem játszottam túlságosan jól az elmúlt egy-másfél hónapban. Szerintem megérdemelten nyertünk. Így vélekedett a mérkőzés után tehát a két gólt szerző Adriano. És nézzük akkor most meg, hogy igazából hogyan is született ez a gól. Ott helyezkedik közvetlenül az ötös vonalán Adriano, és Vieri közvetlen közeléből sikerült végül is a kapuba fejelnie. Aztán ez pedig már a szabadrúgás, amelyet Adriano végez el. Abban a pillanatban, hogy lövi a labdát, már indul Martins, pontosan arra számít, hogy lesz kipattanó. A Milan vezető edzője a következőképpen értékelte a találkozót lefújás után. Szerintem Messina miatt veszítettünk, a játékvezető által az Inter javára megadott 11-es biztosan nem volt az. Sajnos az állított labdás szituációknál megint bizonytalanok voltunk, és ezért ma drága árat is fizettünk. Nézzük Mancinit. Megérdemelten nyertünk, még akkor is, ha a győztes góra meglehetősen sokat kellett várni. Az első félidőben kifejezetten jók voltunk, a másodikban viszont csak nem összeroppantunk a Milán hatalmas nyomása alatt, de végül ez nem következett be. A táblázaton az Inter a második, a Milán a negyedik, ez pedig már a 15. forduló teljes eredménylistája.
Pillanatnyilag a Juventus 10 ponttal megelőzve vezeti a tabellát, az Inter előtt ugyancsak 32 pontja van a Fiorentinának, a Milán 31 ponttal rendelkezik. A góllövő listán változatlanul Toni áll az élen 16 góljával, aztán Trezeguet, majd Bonazzoli és Tavano a soron következő három játékos.